Tiszacsomán 106 sírt tártak fel. A KMKS hagyományosan június második felében megemlékezést szervez honfoglaló őseink tiszteletére a Tiszacsomai Emlékparkban. A régészek a település határában egy több mint 1000 éves, 108 sírból álló honfoglaláskori temetőt tártak fel. Ennek helyén létesítettek emlékparkot 1996-ban a KMKS kezdeményezésére. Erről Rácz János, a KMKS helyi alapszervezetének elnöke beszélt. Nagy megtiszteltetés, szimbolikus és örömteli számomra. Ezt követően Bacskai József, ungvári főkonzul köszöntötte az egybegyűlteket. A mai napon itt a Csomai emlékhelyen a kárpátaljai magyarság egy méltóságteljes ünnepséget szervezett meg. Ez a háború napjaiban zajlott ez az ünnepség, annál is inkább fontos számunkra, mindannyiunk számára ez az ünnepség, mert láthatatlan hidak kötik össze az anyaországot és Kárpátalját. Az anyaországot és Ukrajnát. Közös történelmi múltunk van, közös jelenünk van és közös jövőnk lesz. Magyarország az Európai Unió tagjaként, a NATO tagországaként a háború első napjától segítette Kárpátalját, segítette Ukrajnát, és ezt a segítséget, ezt a humanitárius segítséget változatlanul fent kívánjuk tartani. Egy olyan eseménynek vagyunk részesei. Síni József, a KMKS Beregszászi járási szervezetének elnöke beszédében hangsúlyozta. Fontos, hogy a kárpátaljai magyarok megmaradjanak szülőföldjükön, hiszen ez a temető, ez az emlékhely is bizonyítja, a gyökereink ide kötnek bennünket. Minden ember életében van egy olyan pillanat, amikor biztosan feltöremlik benne ez a kérdés, hogy hát ki is vagyok én, honnan jöttünk és mit akarunk itt. Úgy gondolom, ezek nagyon fontos kérdések, amire választ kell kapni. És ma minden egyes embernek, bármilyen közegben is éljen, tanítson, munkálkodjon, gondolni kell arra, hogy az utódainak elmondja azt, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, és azt is, hogy merre tartunk. Hát a magyar nép történelme is hagyatéka számukra rendkívül fontos. Egyébként a magyar mindig befogadó nép volt. De ez kölcsönösen gazdagítottuk egymást a zavarokkal, kunokkal, jászokkal, szarmatákkal és sok más néppel, de ők eltűntek a történelem színpadáról. Ez is mutatja azt, hogy a magyarság túlélő nép. Számtalan csapást kellett elérnünk az államalapítástól, a kereszténység felvételétől. Több birodalom is uralkodott rajtunk, de lám mégis itt állunk. És 2010. május 31-e után pedig még nagyobb önbizalommal, nagyobb tetrekészséggel jövünk ide és állunk itt, hisz ma mindenki tagja lehet az egységes magyar nemzetnek, bárhol is éljen a világon. Úgy látom, hogy a sorstársaink élnek is, szeretnének is élni ebben a jogukkal, és így erősíteni a nemzetünket. De a legfőbb dolog az, hogy mi jó helyen állunk, és valóban mindig ide el kell jönnünk. Ez az, hogy itt előttünk Árpád vezér és Szent István szobra alatt, mellette a honfoglaló őseink csontjai vannak, ami mutatja a bizonyosságot, hogy ez nem kitalált dolgok, legendák, mitoszok, hanem ez a mi történelmünk. A rendezvény zárásaként a résztvevők elhelyezték a tiszteletkoszorúit a honfoglalási emlékműnél, valamint Árpád vezér és Szent István király szobránál.